Sziasztok! Egy korábbi részben beszéltünk a legintelligensebbnek tartott kutyafajtákról, amit azóta nagyon sokan megnéztetek. Azóta többen kértétek azt, hogy ne csak a kutyás lét fényes oldaláról beszéljünk, hanem készítsünk egy olyan listát is, ami az úgymond legkevésbé intelligens, vagy az engedelmességre legkevésbé hajlandóságot mutató kutyákról szól. Nos, ebben a részben kísérletet teszünk mindenre. Mielőtt neki kezdenénk, egy fontos dolgot nem árt tisztáznunk és röviden szót ejtenünk róla. Ez a téma nem más, mint hogy mit gondolunk az engedelmességről és a taníthatóságról úgy általában. Többségünk a napjai civilizált, urbanizált, európai körülmények között éli, az általunk tartott kutyák többségét kedvtelésből tartjuk, velük szemben általában maximum az az elvárás, hogy konfliktusmentesen lehessen őket más kutyák és emberek közé vinni, hogy jelezzék, ha idegen érkezik, vagy hogy vagyont őrizzenek. Napjainkban a kutyák elenyészően kis hányadát használjuk valódi munkakutyaként, például szolgálati, vadászati vagy terelési célokra. Emiatt a többség szemében az engedelmesség többségében a behívhatóságot és a szocializáltságot és az alapvető parancsok, kérések hiánytalan végrehajtását jelenti. A kutyafajták kialakítása és kitenyésztése során ez természetesen nem mindig volt így, sőt, igen nagy hányadukat egy-egy célfeladattal kapcsolatban és annak elvégzésére szelektálták, amiben nem volt szükség a mai értelemben vett engedelmességre, sőt, az egy-egy részfeladatra tenyésztett munka vagy vadászkutyák éppen akkor minősültek engedelmesnek, ha a parancsszó nélkül is hatékonyan végezték el azt a feladatot, ami miatt tartották őket. Gondoljatok például a nyájakat védő pásztorkutyákra, ha egy farkasfarka közeledett a nyájhoz, parancs nélkül cselekedniük kellett. Vagy az agarakra addig kellett űzniük a vadat, amíg el nem fogták, és ezt a feladatot teljesen önállóan kellett kivitelezniük. Egyáltalán nem meglepő tehát, hogy mint látni fogjátok, ez a lista is többségében olyan fajtákat tartalmaz, akiktől kialakításuk során igen magasfokú önállóságot vártak el, természetesen kivételek azért vannak. Nézzük tehát a listát, ami azokat a fajtákat tartalmazza, akik a mai, úgymond, idézőjelben, civilizált fogalmaink szerint a legkevésbé engedelmesek. Ha kíváncsiak vagytok a sorozat többi részére is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és megnyomni a haranggombot, így mindig értesítéseket kaptok majd az új részekről. Tizedik az angol bulldog. Nos, a tizedik helyen már is egy olyan fajta, amit nem a fentiek jellemeznek. Habár az angol bulldogok rendkívül barátságos, kedves és családszerető kutyák, makacságuk és sok esetben kemény fejűségük messze meghaladja az erre hajlamos kutyafajták döntőzömét. Habár az új dolgok megtanulásának képessége átlagosnak tekinthető az esetükben, egy-egy parancsszó kiadását követően a végeredmény igen nagy százalékban kiszámíthatatlan az esetükben, hajlíthatatlan konokságuk miatt. 9. az angol bullterrier. A bulldog és terrier ősökkel rendelkező angol bullterrierek mókásak, játékosak, mindenre kíváncsiak, és egész életükben megmaradnak egy nagyra nőtt, csintalan gyereknek. Ugyanakkor nehéz fejűségük és öntörvényűségük legendás, mintha az ősök között egy rinocérosz is feltűnt volna. A mi fogalmaink szerinti engedelmességre szoktatásuk igen kemény feladat, ami során gyakran a gazda előbb adja fel, mint egy bullterrier. 8. A chihuahua. A chihuahua gazdák gyakorta nevezik a kutyáikat, a dobermanokra nézve igencsak igazságtalanul, mini dobermannak, piranyának vagy törpecápának. És valóban a chihuahua nem egyszerű fajta, a mini testben hatalmas egó lakozik, nem feltétlenül a legkellemesebb karakterjegyekkel keverve. A chihuahuák féltékenyek, nem ritkán agresszívek a környezetükkel kapcsolatban, és mindezekről rendkívül nehezen szoktathatóak le, ha leszoktathatóak egyáltalán, ami miatt gyerekek mellé nem is igazán ajánlják őket. 7. A Basset Hund.
ki hinné el, hogy ezt a mókás külsejű kopok családjába tartozó kutyát egykoron kiváló orra és gyorsasága miatt tartották elsősorban nyulak vadászatára. Miután a vadász elengedte, feladatait egyedül kellett megoldania, utasításokra nem várhatott, fel kellett kutatnia és elkapnia a vadat, ez nem volt kérdés. Karakterében napjainkban is ezek a szelekciós elvek tükröződnek, önállóak, önfejűek és megvan a maguk akarata. 6. A Husky. A Husky-kat a Szibériában élő csukcsi törzs alakította ki, tenyésztésüknek egyetlen célja volt egy hatékony, szánhúzó munkakutya megteremtése. Eredeti funkciójukban a legnagyobb hiba az lett volna, ha a Husky egy szuperengedelmes kutya, aki mindig a gazda utasítására vár, éppen hogy a maximális önállóság volt az elvárás velük szemben. A szán előtt futva nekik és nem a szán hátulján álló gazdának kellett döntenie, hogy az előttük található szakasz biztosan járható-e, vagy érdemes azt kikerülni. A vér nem válik vízzé, a huskik bizony napjainkban is önállóan szeretik intézni az ügyeiket. 5. Az angol vére vagy bloodhound. Az angolok szerint a véreb nem más, mint egy hatalmas szuperor, amihez hozzácsaptak egy kutyatestet is. Kétségkívül igaz, hogy kitenyésztésüknek egyetlen oka volt, ők az állatvilág legjobb szaglású képviselői, nyomkövetésben egész egyszerűen verhetetlenek. Semmilyen más célra nem használják őket, a nyomkövetés viszont annyira szenvedélyük, hogy ha szagot fognak, onnantól bezárul a világ, semmilyen parancsszóra nem hallgatnak, megszállottan végzik a feladatukat. 4. Oroszagár vagy borzoly. Az oroszagarak kitenyésztésének elsődleges célja az volt, hogy párban vagy hármas csoportokban vadásszanak velük a végtelen orosz térségekben. Ha a vadász kiszúrta a lendő zsákmányt, elengedte a kutyáit, akiknek addig kellett üldözni a vadat, amíg le nem terítették. Mivel ezek a vadászatok a végtelen térségeken sokáig is tarthattak, az oroszagaraknak önállóan kellett mindent megoldaniuk, nem várhattak parancsokra, utasításokra. Ez a szabadság, szeretet és önállóság mind a mai napig alapvető jellemzője a fajtának. 3. A csau-csau. Makacsak, önállóak, konokak és keményfejűek, és karakterük igen nagy mértékben eltér az átlagos európai és amerikai fajtákétól. A csau-csauk igazán csak egy embert fogadnak el gazdaként, mit gazdaként, velük egyenlő társként, és parancsokat, mit parancsokat, kéréseket elsősorban csak tőle fogadnak el. Különleges fajta az átlag kutyától teljesen eltérő megközelítésmódot igényel. 2. A Basenji. Ez az afrikai eredetű, intelligens, de rettenetesen konok és makacs kutyafajta szintén vadász volt egykoron, és igencsak feladja a leckét korunk kutyatartóinak. Tartói szerint a Basenji mindig tökéletesen érti a parancsokat, de hogy végrehajtja-e azokat, az az aktuális kedvétől, a körülményektől és sok egyéb dologtól függ. A szökések bűvésze szinte mindenhonnan meg tudnak lógni gond nélkül, emellett pedig szinte kleptomán hajlamokat mutatnak, amiről szinte leszoktathatatlanok. Bármi pottyan a lakás padlójára, az egészen biztosan a Basenji zsákmánya lesz. És első ezen a listán az afgánagár. Ha valaki látott már a kutyafuttató környékén valaha kutyát órákon át reménytelenül hívogató, kétségbe esett gazdát, nos, ott nagy valószínűség szerint egy afgánagár a tulajdonosáról lehet szó. Az afgánagarakat kifejezetten az önálló vadászatra tenyésztették ki Afganisztánban, részben sivatagi, részben hegyi körülmények között, ahol az afgánagaraknak fel kellett kutatni a zsákmányt, követni azt akár napokon keresztül, és elejteni vagy megállítani, amíg a lovas vadászok beérték. Nem véletlen tehát, hogy ebben az ősi vadászfajtában napjainkban is az önállóság és a függetlenség az egyik legfontosabb ösztön. Ha tetszik nektek ez a sorozat, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra és a harangot is megnyomni, hogy értesítéseket kapjatok az új részekről. Köszönjük szépen a figyelmeteket!